Schmidt Eszter énekes dalszerző nevét több formációból is ismerhetjük. Énekhangja felcsendül az erősen népzenei, etno áthalásokkal bíró napfonatban, és a zenéjüket folklávnak becéző Lanó zenekarban is. Szólóban 2015 óta szoktam játszani különböző rendezvényeken. Több zenekarom is volt már az évek során, most ezek azok, amik így a fő vonal. Nagyon közel áll hozzám a folkzene, igazából bármilyen nép folkzenéje nagyon érdekel engem. Közel áll nagyon az ír, az amerikai, meg természetesen a magyar népzene is hozzám, és valahogy azt hiszem mindig egy ilyen őszinteséget keresek benne tulajdonképpen, ugye a népzenéje az valahogy mindig a lélekből jön, és ez nagyon érdekes számomra. Eszter szerteágazó hangszeres tudása nyújtja a zenekar hangzásának klasszikus folk ízeit. A gitáron és a zongorán túl az ír buzuki és a citera is megjelenik dalaikban. Gyerekkorom óta énekeltem népdalokat, jártam népdalversenyekre, és anyukámtól is sok dalt tanultam, meg kiderült, hogy a dédnagymamám volt a páva körvezetője a faluban egyébként. Szóval a népzene igazából gyerekkorom óta elkísér, de sose lettem úgymond hivatásos népzenész, viszont a népdalokhoz mindig visszatértem. Tenger, tenger, só, aja, Eszter pár éve költözött a meseszép Dunakanyarba, ezért a Dunapart és a víz gyakran megjelenik átvitt értelemben dalaiban, és inspirálódni is itt szeret a legjobban. Nagyon szeretem ezt a környéket, úgyhogy gyakran járok le a Dunapartra is, vannak ilyen tök jó eldúlt kis partok, meg az erdőben is sokat szoktam sétálni itt a hegyekben. Alapvetően az, hogy lejöhetek ide, és csendben lehetek, nem kell senkihez szólnom egy ideig, ez teljesen ki tudja kapcsolni a gondolataimat, és egy ilyen nagyon nyugodt állapotba tudok kerülni, tök sok dalszöveg jutott eszembe így. A Lanó második nagy lemeze Erdein címmel jelent meg, amin a poppos indie folk vonalat angol száz folk zenei hagyományokkal keverik. Az albumot egy teltházas koncerten mutatták be a Magyar Zeneházában. Nekem olyan ez az anyag, mint egy belső utazás. Nagyon személyes témákat dolgoztam fel a szövegekben, és nagyon szeretem, ahogy a zenekarral együtt a hangszerelést felépítettük, úgyhogy sok kedvencem van. Nem nagyon gondolkodtunk azon, hogy ki fog minket hallgatni, hanem tényleg teljesen csak próbáltunk olyan zenét csinálni, ami önazonos, aztán ez az évek során természetesen fejlődött. A zene számomra hivatás, úgy érzem. Munkának is hívom, mert komolyan veszem, de van ebben egy mélyebb öröm, ami miatt csinálom, különben nem élvezném annyira talán, és emiatt áthatja minden, amit átélek az életemben.